Kijev može biti nastromlený. Kijevben megszűnhet az áram, a víz és a hőellátás is. Apokalipszis várható az ukrán fővárosban, amennyiben folytatódnak az orosz légi csapások, akár csak egy hollywoodi filmben, közölte Vitalij Klitschko, aki szerint a lakosság kitelepítése egyelőre nem időszerű. Az orosz hadsereg azt követően kezdett el csapásokat mérni Ukrajna energetikai infrastruktúrájára, hogy merényletet követtek el a krími híd ellen. Ezt már Vlagyimir Putyin mondta. A föderáció elnöke úgy fogalmazott, a nyugat célja, hogy kiszélesítse a háborút. A konfliktusok könnyen tovább terjedhetnek a világban, mindez egyenes következménye annak, hogy a nyugati elitek megpróbálják minden eszközzel megőrizni politikai, pénzügyi, katonai és ideológiai dominanciájukat, szándékosan súlyosbítják a nemzetközi helyzetet, mondta Vlagyimir Putyin. Nem járul hozzá a konfliktus megoldásához az Ukrajnát orosz területek elleni támadásra buzdító német kijelentés sem. Erről pedig már Dmitrij Peszkov beszélt, a Kreml szóvivője. A német kormány szóvivő ugyanis korábban törvényesnek nevezte az orosz repülőterek ellen indított ukrán drón támadásokat. Somkuti Bálint a vendégem, üdvözlöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És az információk arról szólnak, hogy akár egész télen áramhiány jöhet Ukrajnában, akár még súlyosabb is, mint a jelenlegi helyzet. Mit gondol erről? Gyakorlatilag az orosz stratégia szemlátomást arra fókuszál, hogy a legnagyobb úgynevezett 750 kilovattos, vagy kilovoltos, bocsánat, feszültségű távvezetékeket semmisítse, és ezeknek az elosztó központjait semmisítse meg. Ezzel gyakorlatilag önellátó vagy önellátásra képtelen területekre szabdalják Ukrajnát, és így hosszabb távon tartós energiakimaradást idézzenek elő, amely ugye a politikai nyomást növeli az ukrán kormányon, mind a katonai nyomást, mind a társadalmi nyomást, hiszen mind a három területre szükség van energia elektromos áramra. Ez lehet az az eszköz, amivel akár el is dőlhet a harc végkimenetele? Akár ez is lehet, de továbbra is fönnáll annak a lehetősége, hogy egy katonai megoldás születik, vagy annak, hogy például egy pénzügyi támogatásba beálló váratlan fordulat kényszeríti a felháborúzó feleket egy gyors döntésre. Arra lát esélyt, hogy Oroszország kifejezetten nullára redukálná Ukrajna energiaellátását, tehát kifejezetten az energiaellátást szeretnék megsemmisíteni? Teljesen nulla nem fog sikerülni, hiszen számos kisebb elemből épül fel ez az egész rendszer, több olyan kisebb erőmű, több olyan jól védett területen, vagy éppen a hatótávolságon kívül eső, vagy legalábbis nehezen megközelíthető területen eső erőműről van szó. Sokkal inkább azt képzelhető el, hogy az elosztó központoknak, illetve a maguknak a kondenzátorállomásoknak vagy a transzformátorállomásnak a megsemmisítésével olyan egymástól független és egymással összekötetésben nem lévő területek jönnek létre, ahonnan nem lehet az egyik területről áramot szállítani a másikra. Kicsit más téma, az orosz elnök Kirgizisztánban úgy fogalmazott egy sajtótájékoztatón, hogy eltörölnek mindenkit a föld színéről, aki atomfegyverrel támadna Oroszországra. Ez most a kijelentés, ez a kijelentés kinek szólt, a szövetségeseknek, az orosz népnek, vagy egész egyszerűen Ukrajnának és az ellenfeleinek erőfitoktatásként? Gyakorlatilag az egész háborút végigkíséri az atomháborúval, az atomfegyverek alkalmazásával kapcsolatos riogatás. Sajnos hozzáketem mind a két oldalról. Tehát gyakorlatilag az atomfegyver az a végső tabú hadviselésben. Tehát onnantól kezdve valaki katonailag nem indokolható vagy nehezen indokolható szituációban atomfegyvert vagy bármilyen más megpusztó fegyvert vett be, ezzel lényegében kiírta magát a kultúr vagy a komolyan vető államok közül. Tehát ez az a tabú, ami miatt az atomfegyverek bevetése sokkal inkább egy fenyegetés, egy pozíció, mint egy tényleges veszély. Ebben az esetben egyébként arról van szó, hogy ha ukrán is támadás érni Oroszországot, akkor megvannak a képességei, hogy úgynevezett második csapást mérjen, tehát válaszolni a rátámadóra. Ugye mindenki attól fél, hogy Oroszország először fog atomfegyvert alkalmazni, és egy olyan szituációban, amikor a harci helyzet ezt megkívánja, akkor ő maga fog egy ilyen fegyvert bevetni. Én úgy gondolom, hogy mind a két oldalon komoly emberek ülnek, akik látják ennek a veszélyét. Igen, csak úgy tűnik, hogy Oroszország a védelmi narratívájában használja az atomfegyvereket, nem pedig a támadóban. Elhangzott azért már olyan válasz is, hogy minden eszközzel megvédjük a területeket, amelyek Oroszországhoz tartoznak. Tehát itt azért több síkon zajlik a küzdelem. Nyilván az üzeneteknek van egy jelentős része, amelyik a nemzetközi közvélemény számára zajlik, vagy kerül továbbításra. Van olyan, amelyik a hazai közvélemény számára. Ebben az esetben is nyilván nem véletlen volt a helyszín. Kiszélesítve a háború résztvevőinek körét, hiszen azért itt nem csak Oroszországról és Ukrajnáról szoktunk beszélni, hogy az Amerikai Egyesült Államok külpolitikáját, hogyha nézzük,
azért nagyon erős hatással bír, nagyon erős támogatásokat nyújt Ukrajnának. Mi húzódhat, milyen érdek húzódhat most már ennyi idő után a háború fenntartása, vagy a Ukrajna támogatása mellett? Zbigniew Brzezinski volt amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó, elnöki tanácsadó mondta azt 1997-ben, hogy amikor a Szovjetunió felbomlása után gyakorlatilag Ukrajna kivált az orosz érdekszférából, ezzel egy olyan szituációt, egy olyan helyzet hozott létre, amit Oroszországnak előbb-utóbb így vagy úgy kezelnie kell, vagy legalábbis az Egyesült Államok ezt megakadályozza, akkor megakadályozza azt, hogy Oroszország visszatér a nagy geopolitikai szereplőknek a színpadára. Tehát valóban egy geopolitikai érdek húzódik meg emögött, az a fajta mondjuk így tudatos szerepe a hegemónnak, ami a világterületelmet végkíséri, hogy nem enged mást oda közel, nem enged senkit közel katonailag vagy gazdaságilag magához. Az elmúlt 10 hónap nem szolgáltatott arra bizonyítékot, hogy Oroszországot ebből a szempontból sem lehet megkerülni? Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. A magának a geopolitikai nagyhatalmak, vagy maguk a nagyhatalmak teljesen másképp látják a világot, mint az átlag ember és mint az átlag országoknak a vezetői, vagy a vezető gondolkodói. Tehát az ő számára ez egy zérószegű játszma, itt vagy ő a hegemon, és vagy ő a vezető, vagy nem. Ebben a játszmában minden más csak mellékes, és ez semmilyen erkölcsi ítéletet nem tartom, az ebben nincs semmilyen olyan elítélendő lépés, mindenki ezt csinálta a világtörténelem során, ezt csinálta a Szovjetunió, ezt csinálta a Római Birodalom, tehát mindenki, amikor hegemon pozícióba került, mindent megtett azért, hogy megvédje ezt az állapotot, került ez bármibe, akár neki, akár másnak. Amikor szövetségesekről beszélünk, vagy háttértámogatásról beszélünk, akkor Ukrajna felől egyrészt Amerika kerül szóba, Oroszországnál pedig, mint szövetséges vagy partner, Kína. Az Amerikai Egyesült Államoknak most ki a nagyobb ellenfél, Oroszország vagy Kína? Hiszen azt is sokáig akarták, vagy akár még most is meg akarják akadályozni, hogy a két ország még szorosabbra vonja a szövetségét. Igen, hát az erőforrások tekintetében egyértelműen Kína a nagyobb. De valahogy úgy tűnik, hogy éleződik a geopolitikai versengés, és az látszik, hogy az Egyesült Államok először a gyengébbik szereplővel akart leszámolni, vagy legalábbis olyan szinten meggyengíteni, hogy a többé-kevésbé sajnos elkerülhetetlennek látszó nagy küzdelemben, ami valószínűleg Kína és az Egyesült Államok között fog lezalódni, ebben már Oroszország ne tudjon beleszólni. Ugye az orosz gazdaságról pont ma jöttek ki a számok, nem lehet igazából tudni, hogy mennyire torzítanak, vagy mennyire igazak, de az látszik, hogy azért a nagy elvárásokkal belengetett szankciók nem hoztak jelentős sikert. Nyilván valamit elértek, de hatalmas átütő eredménnyel nem jártak. Tehát ebből a szempontból mindenképpen mondjuk így távolabbra tolódik az a siker, ami Oroszország meggyengítésére irányuló szándékkal jár. Ezzel együtt erősödik Kína is? Az Egyesült Államok gyakorlatilag félkézzel vívja gazdaságilag ezt a háborút, tehát nagyon-nagyon költséghatékonyan csinálja, úgyhogy igazából Kína számára az lesz hosszabb távon a döntés, hogy mennyire áll bele ebbe a küzdelembe, mennyire áll föl Oroszország meg, hogy egyre nagyon távolról és nagyon közvetetten igyekszik a békét kihangsúlyozni. Hosszabb távon az az igazi nagy kérdés, hogy mennyire szorítja egymást az Egyesült Államok vagy a Nyugat ezt a két nagyhatalmat, ha ezzel egy komoly szövetség lesz, az komoly gondokat jelenthet. Európa, illetve Európa országai mennyire akarnak jelen állás szerint beleszólni ebbe a konfliktusba? Amikor ugye kitört a háború, akkor azért nagyon sok ország támogatásáról biztosította Ukrajnát, elítélték az agresszort, köztük Magyarország is, ugyanakkor valaki pénzt küldött, valaki fegyvereket küldött, valaki kifejezetten a harcokra küldte ezeket a támogatásokat. Az Európai Unió nyilván most is, ahogy látjuk az eseményeket, folyamatosan támogatja Ukrajnát, sőt ki is jelentik, hogy ukrán győzelemmel kell ennek a konfliktusnak záródnia. Ugyanakkor elég visszafogottabbak most már az egyes országok képviselőinek a véleménye. A hidegháború elmúlt periódusában, az elmúlt hidegháború lezárata után eltelt 30 évben az Európai Unió gyakorlatilag maximálisan kielvezte ennek a békének a gyümölcseit. Ugye nagyon sokan mondják azt, hogy az Egyesült Államok jogosan korholta a NATO szövetségeseket azért, mert az elvárt 2%-nak a közelébe sem voltak a védelmi kiadások, ebből kifolyólag keletkezett egy deficit. Az egy dolog, hogy ez a deficit azért az Egyesült Államok érdekeit is szolgálta, de hosszabb távon az Európai Unió gyengesége az mindenképpen komoly kockázatot jelent az egész kontinens számára, sőt bizonyos szempontból az Egyesült Államok számára is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.